Sziasztok, hackerek! Ez itt a Legenda vagyok sorozat 52. adása, és a Bász vagy Axol Stream 300. adása. Ez a mostani. Ugye az apropója, hogy a klánban ott már akkor hárman vagyunk legendák. Ugye Szellem a napokban legenda lett, ugye tegnap Sasi is legenda lett. Ugye Szellem most itt visszaesett, de hát nyilván neki is a legjobb ez a legenda. Ma én is visszamentem legendába, úgyhogy most már a Bászfaj Klánban három legendát üdvözölhetünk, és akkor itt is gratulálunk Sasinak is ehhez a sikerhez, hogy legenda lett a Clash of Clans nevű játékban. Na hát, akkor ez egyfajta klánhíradó, ugye? Ja, és mi annyi, hogy ugye már, ha jól emlékszem, kiposztoltam ugye a Facebookos, Bászfaj Klános Facebookos posztban, hogy pont egy képet, hogy a Sasinak ugye még itt kibelépett véletlenül 9225 kupája volt, és ugye 10.000, de hogy kupája, na hát nagyon jó az adni lenne, de annyi donate-je volt, annyi támogatás küldött, annyi trupot, annyi katonát küldött, úgyhogy és a Collider-hoz ugye 10.000 kell, tehát neki akkor már nem kell, csak ugye 725 trupot megküld, és akkor a Collider-t megkapja, mert ugye pont van egy kép róla, hogy mennyi kiposztolva a Facebook csoport, hogy mennyi volt a támogatása. Na, szóval ennyi akkor a klán hírekről, akkor Sasinak még egyszer gratulálunk, és akkor nézzük, hogy hogy állunk. Na hát, mennyi plusz kupa, mondjuk itt derankolt rajtam, úgy látom egy player, de ez egy, úgy látszik, egy valódi defen, a védelmen valódi győzelme, úgyhogy lássuk, hogy... Na hát pont ugye 6 órától támad, ugye olyan fél öttől meg fél héttől a legerősebb a bázisom, és ez a végig is erre, ó, hát pont jó támad, ott ugye pont itt, ott a két oldalon lerakta a balonokat, ott a legerősebb, de meg is szórt őket a védelmen, figyeljétek meg, hogy ugye amikor jöttek mind a kettőnél, fél öttnél, fél hétnél is a balonjai, főleg fél öttnél nagyon meggyengültek. Nem is tudom, mennyi százalék volt, de ez nem lesz meg szerintem neki akkor. Ja persze, hát én kaptam a kupát, tehát nyilván ez nem lesz 50%, de ugye itt már látható, hogy teljesen kifutott. Hát a balonokat nagyon lesebeztem, ugye pont szerencsétlen helyen rakta le ott. Most ilyen meg lehet volna, hogy 50% a másik két helyen teszi le. Tehát mondjuk fél kettőnél, meg mondjuk olyan fél tíznél, akkor simán meg lett volna, hogy 50% biztos. De pont a légvédelem ugye oda van koncentrálva. Tehát tulajdonképpen el sem érte a légvédelemnek a vonalát, mert ugye már a lufit meg az aknák, azok a légiaknák már elintézték. Na hát, de ez jó, hogy nyilván ez a két pozitív dolog, ez benne volt, elég könnyen mentem most legendában, nem is tudom. Egy training putit használtam vele gyakorlatilag. CV is van ugye, hát egész jól állunk, egy támadást lehet gyakorlatilag tudnék én is most mutatni. Na, seregem is van. Ugye mert a legenda ligában nem szívesen szállok be ilyenkor, mert ugye akkor itt a 8 meccset le kell támadni, és annak persze mondjuk relatív, meg egy-két nap alatt, ha most ugye mást csinálok, nincs idő mondjuk játszani, úgyis leesek 4900 alá. Úgyhogy akár itt meg talán menni fél, mert ugye Sasin is láttam, hogy eléggé megszaladta az 5100-as szintre. Úgyhogy lehet, hogy vissza kell néznem, mert egy hónapja nem próbálkoztam ezzel, és lehet, hogy most már több esély lenne. Mind amikor én próbáltam ugye itt vitézkedni a legenda ligának az új változatában. Na de legalább egy CV-t támadjunk le. Vagy nézzük, hogy hogy állunk. Ugye elég gyengéket támadtunk, tehát valószínűleg erősek lehetnek. Rommel is 12-es, 13-as támadta. Hát nem is tudom, hát nekem is eleve a 9-es tojája. De ugye, hát menjünk a három csillagra, most amúgy is Kingem nincsen, úgyhogy nézzük azt, hogy a játék szoftver által becsült bónusz az mikor esik le egy nagyobbat. De persze már elég verhető megtűnik egyébként még így király nélkül is, de hát nincs tele a várad, azért vannak benne. Azt mondja, 962 000. Ez is 962 000. Na, itt már volt egy szignifikáns ugrás, persze. Ja, lehet is látni akár szemmel is, hogy a bizártóvere sok vagy egyébként, de ezt már levittem, ugye.
Egységről le volt támadva, szerencsére nem támadta meg rutinból, 9-27, ez még tovább esik, hát de igen, ez már is 12-es TH-s. De persze ilyenkor szokott becsúszni egy szégyenletes öreség, mondjuk egy kisebb TH szinten is. Na, nem is tudom, hol támadjunk. Itt el van a vár, aki tudja, mi van neki benne. Az nagyon erős blokkot képviselnek azok a vizártóbóra fiában, hogy nagyon erősek. Kérdés, addig össze tudom-e tartani a minoros sereget, mert ott át kell menniük azért az X-blokon, de hát azok sem maxosak. Hát próba szerencse, ugye nem nagyon szoktam itt kombinálni a támadást. Nézzük, akkor seregem rendben van, spellek vannak, támogatásom van. Ugye az ilyen légi jellegű, az be fog menni a TH-t, lerakják, hol a légvédelem, azt nézem, addigra azokat elintézik. Hát de másik két légvédelem szólni fogja az esorit, tehát az esorítósokat ne várjunk itt. Hát, egy pekkot van, szerencsésebb lett volna most. Na mindegy. Lássuk akkor, hogy mit muzsgálunk király nélkül. Ugyan szokásos ész nélküli meta, mányorok elütnek mindenkit. Felkiáltással. A tömegpusztítókhoz dobom az életadót. Na, nézem, ha valaki a poison keveréket. Az ott az egy kis életadóval támogatom őket, mert nem látom, mi történik ott. Na, majdnem elvesztettem a egyik hősömet. Közben nem figyeltem, hogy már a minoraim ott vannak a a vizártóbereknél. Hát igen, a teját kivettük, de valahogy nem figyeltem, és most rossz helyre dobtam be a keveréket. Hát nem lesz elég életadóm már ott a végjátékba. Hát amit mondtam, szégyen, de a minoresre. És nem áll, hát ez annyira durva. És a streamen nyomtam, hogy még benne is maradt egy az életadó keverékem. Hát este van, nem voltam egy, de hát ettől lesz jó a stream, hogy ének is vannak benne. Hát nagyon béna két csillag lett. Kerestem egy gyenge ellenfelet, és még azt sem bírtam lehármazni. Na hát a következő támadásomban ezzel javítani kell. Ennyi seregem van. De ezért most nem szívom föl magam, ugye ezért most nem használok egy potit, hogy gyorsan bizonyítsunk, hogy tudok három csillagot szerezni. Hát láttuk, mire vagyok képes, úgyhogy ma este ennyi sikerült. Hát, de tényleg azért ez nagyon durva, hogy bennmaradt egy keveréken, szóval lehet, hogy kéne sem egy új streamet. Hát, van benne ráció. Na mindegy, lehet már bezárom akkor a bazárt, elköszönök. Hát nem tudtam egy szép győzelemmel, de legalább a védelemmel muzsikált valami szépet. Sziasztok, hackerek! Hát a következő támadásra remélem, hogy ügyesebb, meg szerencsésebb leszek. Sziasztok, hackerek!